Hello, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Elolvastam egy csomó hozzászólást a múltkor, méghozzá menjek DV2-vel, meg mágikus hurkatöltővel. Nem biztos, hogy a mágikus hurkatöltőt tudnám überelni egyébként, főleg a mostani meccseken, de úgy gondoltam, hogy ha már FV, akkor ez a szerencsétlen, ezt is írta valaki, sőt, olyan rendes volt, hogy akár három tankból is választhattam. És igazából ezzel olyan régen mentem, kicsit hazudok, jó, mert most mentem vele egyet és borzalmas meccs volt, de tényleg olyan régen mentem, hogy igazából próbáljuk ki, hát ha ez a szerencsétlen valamit változott, legalábbis az én kezemben meglátjuk, hogy mennyit fog változni, ami nekem feltűnt, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de minthogyha itt talán felcsúsztak volna egy kicsit a számok, és mintha erősebb lenne egyébként ez a frontpáncél, de nem vagyok benne biztos, lehet, hogy csak a délibe vagy a szalonna beszél belőlem. Nézzük meg, hogy ezen a gyönyörű szép pipacs mezőn álló kutyafejű tank mit tud kihozni magából. Lássuk. Gyönyörű szép pálya, méghozzá az Airfield. És nem működik az XVM-em, félre beszélek. És tök jó meccs egyébként. Viszonylag jó tier mindenkinek, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tudunk. Ja, és tekerjétek fel a grafikát 1440p-re. Hát, ha szebb egyébként a JT. Hát, ha jobban renderel, több cuccot enged, ne tolast nekem, please! Aj, engedjetek át, sietnünk kell! Engedjetek! Természetesen a felvevő progi miatt most csak 30 fps fixen. De nem vagyok benne biztos, hogy az AMD-m egyébként proci az többet tudna ettől. Az intelesek nagy előnyben vannak. Na de nem baj, elég ez nekem. Gyönyörű szép a játék. Nézek jobbra-balra. Új, de súnyi, nézzétek meg! Jaj, de súnyi ez a Leo. Vagy csak éppen vágja otthon a szalámit. Nézzétek, de súnyi, abetyár mindenit. Ú, de lassú vagyok. Miért csak 40-nel tudok menni egyébként? Hát... Kicsit elnéztem, én ezt túl hátulról indultam egyébként, nem lesz időm felmenni. Vagy mégis. Az 50-120 neki megy a falnak, milyen bátor! És felmentem, ha. Felértem. Viszont spotoltak, úgyhogy ez abszolút nem jó ötlet, viszont lehet, hogy miattam kapott sebet az a T-54. LVT. Van. Be kell, hogy valljam, hogy... Ah, betyár mindenit. Uff, 693, itt nagyon nagy fiúk fociznak. Nekem itt el kéne húznom egyébként. Clickers. Úgy látom, hogy még mindig él az arti szeretet a játékban. Nagyon ravasz, nagyon ravasz. Megint tök jó kis tank, nagyon szeretem. Lehet, hogy nem gyors egyébként, tehát a végsebessége tényleg nem gyors, csak 40. Viszont elég jól tud gyorsulgatni. Elég jó felgyorsul, és tényleg nem lehet rá panasz. Aha, már dörrögnek a klikkerek. Ajaj. Nem lesz valami nagy meccs, azt már előre látom. Az a baj, hogy nehéz ezen a pályán bármit is csinálni. Ez tudja, hogy nem lát egyébként. Szerintem nem is engem akart lőni. Mint hogyha egy blind shot lett volna. Vagy gyerekek, hát ez egy olyan meccs lesz, ahol nem fogok lőni semmit. Mert ha kimegyek, itt középen meghalok. Ha lefelé megyek, akkor nagy valószínűséggel az Art intézel. Itt jön egy IS-8. A betyár mindenit, de komoly. Ez igen. Ez kemény. Nem bírta idegekkel. Nem bírja idegekkel. Viszont ott lehet, hogy ki lehetne menni. Ne. Please. Nem hiszem el, hogy goldozni kell. Már így. Ez is a nagy ágyúval. Oh my god. Na.
Aha. Az vagy tök jó a kamuja annak a kis szemétnek. És nem nagyon látom, hogy mi történik. Hát... nehéz ügy, 4-3, 300 seben van, a betyár mindenük, milyen jó kis kempelős. De szarlövés, tanítani kéne, komolyan mondom. Itt van egy T-62, meg ugye gondolom fedezi egy másik. Aha. Track cserebere, 4, 3, 2, 1, elő fog lőni, mint én, de... BUM! Tűz! Végre, végre. Nem lőttük el a nagy kitet, csak azért sem, nem fogok 20 ezeret fizetni azért, hogy... Ne már, menj már innen, te kis gonosz, hát miért kell ide jönni utánam már megint? Hoppá! Erős a hit szelleme itt az emberekkel, mindenki golddal lő. Előttben mi a francnak golddal lőni hittel, de most úgy szintén komolyan. Ez az clicker, gratulálok. Bravo T92. Vaj, de utálom az Artikat ebben a játékban, komolyan mondom. Aj. Remélem tényleg megváltoztatják az Artikat egyébként. Mint az AV-ben. Aha. És akkor itt a vége, fuss el véle. Még egy snapshot oda is most halunk meg, mert a clicker szerintem rám vadászik. Nincsen. T95? Az igen. Fucking ebolom moron. Hát ez jó. Mekkora úristen, 2-0-ásot is kaptam. Nagyon próbáljuk utolérni a csatát. Nem nagyon sikerül 1500 felé mennem egyébként, de talán hogyha még egy-két lövésem lenne, akkor lenne meg az átlagom. Elég nehéz egyébként játszani. Hát főleg ezen a camper pályán. De ha most sikerült végig kempelnem. Na, gyerünk, baby! Huhuhu! Let's kill! Na, meghalok vajon, ha lemegyek? 16 HP! Let's kill! 1586 és 3 kill, srácok. Mert hát én ilyen vagyok, ellopom mások killjét, akkor a szemét vagyok. Viszont elég jó meccs volt, 8 percig tartott igazából. De hogy volt jó, hülye vagyok, hogy lenne jó ez, végig kempeltem az egészet, ne figyeljetek már rám, hülyeséget beszélek. Viszont ez a nagy vad itt, ez tényleg, ő nagyon gonosz, de dübörgött, úgyhogy valószínűleg ellőtte, hanem akkor így jártam. Ez igen. Hihetetlen, hogy be tudtam lőni a semmibe. Tehát így gyakorlatilag lemostuk velük a pályát. 15-7. Nem mondanám jó meccsnek egyébként. Minden meccs 15-5 vagy 5-15. Vagy még rosszabb. A betyár mindenét. Reaper, Spotter. Mi? Azt olvastam, hogy Duckling. De Duelist inkább, meg Hand of God, én voltam Isten keze. Az biztos, nálam jobban senki nem lopta egyébként az utcakat. 1500 sebre természetesen, mínusz 6700. Teljesen jó, nem pay to win a játék, félel... Mi? Kaptam egy goldot? Nem ilyen rendesek? Akkor is, azért ne vicceljetek. Nem volt rossz meccs, nézzünk még egyet. Na kérem szépen, Ebi azért már sokkal jobb lesz, mint az előző, legalábbis nagyon-nagyon reméljük, hogy jobb lesz. Tú-tú. Ezek mekkora effektek, mi? Természetesen 10-es és... pár 9-es. Félelmetesen robbangatnak. Jajajajajaj, na nézzük.
Time to roll out. Merre menjünk? Menjünk be középre lőni egyet? Úgyis oda fognak lőni. Menjünk be oda. Lőjünk egyet. Oj. Ez igen. A retartív odar 341 sebet kapott rögtön. Úristen, mennyien vannak. Felmennek? Ha felmennek, akkor tudom őket fedezni. Menjetek fel! Ne álljatok meg! Csak ő áll meg szegénykém, és már kapja is. Kapott 100 sebet. Akkor ennyi. Eddig. Az igen! Gyönyörű. Ne, T49, PLS. Ne. Ne, mit akarsz? Ráadásul golddal. Na, menjél, bátran. Ha akarsz. Ó, nem ment oda senki, hát gondoljátok, hogy én megyek oda. Úgyhogy ki gondolja azt, hogy most mindenki megálltak a heavy campelnek ott fent. Hogy VTF folyik, komolyan mondom, ez a játék egyre viccesebb. Na jó, elindulok én, látom, hogy nem bízhatok senkiben. 1-3, most kezdődött a játék, meghalt már 3 tankunk. Zseniális. A Lóri addig ott ügyeskedett, amíg szarrá lőtték. Mondtam neki, hogy ne menjen. Ki jöhet erre? Hát szerintem a haverok. Ha ott a jobb oldalt csak annyian jönnek, akkor itt szerintem nekem halál van. De azért kinézek. Mégis rendes leszek és segítek a csapatnak. Ú, de kapja az 50. 1-4, gyerekek, ez az igazi meccs. 13 perc van még hátra. Aha. Na jó, most azért nem levetem szét magam. Ez gyors lesz. Hoppá. Igen. Na, nem szabad ilyen 30 FPS-sel játszani, srácok, baromi rossz a játékélmény egyébként. Aha, ez nagyon rossz. Húú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 ú
Igen. Azt nem fogom átlőni. Azonnal le fog pattanni mindig is. Mi lenne, hogyha adnék egy kis esélyt, hogy hátul ezek tudjanak segíteni? Szerintetek itt ezek oldalon... Ó, ez az! Lövik őket! Mi lenne, hogyha letrekkelném pont, amikor jön a dzsungújban? Oj, de rossz lövés, Tivadar! Az baj, nagyon izgulok, hogy szétlőnek. Oké, 431, milyen brutál ágyúja van ennek a tanknak. Az az, gyertek, gyertek, gyere ki, nem mersz kijönni, ott a haverom hátul. Na gyere, gyere apához. Cic. Ja, most azt várja, hogy kimenjek. Ó, itt egy T-54, rá kéne ugratni. Ez faszabb volt. Gratulálok, Tivadar. Egy track még belefér. Na, hát ha tudja lőni valaki. Gyönyörű! Gonosz! A track is 41 HP-n van. Természetesen 41 HP mindenre elég, srácok. Mindenre elég 41 HP. Nem is kéne több? Meg lennék sértve. Viszont a T-54... az... és mindig itt van valahol. És ez nem jó hír. Ez egy igazi dúvad. Ez nem szarozik, öcsém. Ez úgy rám jött, mint Zrínyi. Kilőttek. Megöltek. Kilőtték a tankomat. Hú, hát ez kemény volt. 4 perc is. És onnan hátulról. Igen. Ah, a gonosz T-54. Nem volt rossz, nem volt rossz, majdnem 2000-et tudtunk sebezni, 9-10,
Nézzük addig a törpieket, hogy mit csinálnak. Azt mondja, hogy az E75, ez a legjobb hely egy E75-nek ettől. Tehát maradunk a bázison, szépen elbújunk. Gega, még jó, hogy nem látom a statját, csak sejtem, hogy milyen statja lehet. De hát E75 az erre való, itt a bozótba be kell bújni. Nehogy menjünk segíteni esetleg oda föl, ahol én voltam. Még talán a páncéljával ugye tudta volna tartani egy kicsit jobban a cuccokat. Jövő héten szerintem hevízni fogunk, srácok. Heavy tankot választhatok. Nem fogok medezni. Jövő hét hétfőn választhatok nekem valami frankó heavy tankot. Sőt, ha sokat beírtok egyébként alá valami jó kis heavy tank ötletet, akkor szerintem mindenképpen ezt fogom próbálni, hogy milyen a heavy élet mostanában. Régen nagyon szerettem. A medeket jobban szerettem, de valahogy úgy látszik, hogy kell egy kis hús a játékba, mert valahogy a medekkel most kicsit nehéz volt tartani az öt tankot, akik rám rontottak. Úgy ne! Ott az S-100, hova mész S-100? Miért jössz vissza? Na de, minisavon, miért indulsz vissza? 10-12, mindjárt vége, és elindul vissza. Ó, E3-50, hol vannak ezek? Itt az Arti, és az S-100 megy vissza, de miért nem ment? Hát ez őrület, de milyen szépen le van festve. És van neki, nézzétek felirat, és úgy mamut. Nem mamut vagy egyébként, hanem tulok, de nem baj. Egyem a szívét, hát minek jött el, ha már ott volt, tehát akkor miért nem állt le harcolni, és minek jön vissza, gondolja, hogy itt be fognak foglalni? Jaj, OMG. Illetom, más is észrevette, hogy egy kicsit gondok vannak. Tudod mit? Lőd ki a havert. Vagy menj a vízbe. Vízbe? Jaj! Jaj! Segítség! Ez az! Új, de jót lőtt minisavon. Ez az! Jött megmenteni az artillery-t. Nem? Ó, ne! 99 seb. Kilőhette a 99 sebet, csak nem egy arti. Gyerünk tovább, új a két testvér, nézzétek meg! Nagyon izgi! Nagyon izgi, most kimegy előre! Új, de gonoszak! Mögöttük meg már jönnek egyébként szerintem. Vajon le tudják hozni ezt a meccset? Le tudják hozni? Le tudják hozni? Mekkora lenne, ha lehoznák, nem? És... ó, majdnem lehozták, majdnem! Itt állt a gonosz híjesét, ott állt és figyelt nagyon gonoszan, tudta, hogy ki fog jönni. És az Arti, és beírja az SS, hogy VTS az úgy fuck you bitch. És ne, kiállt, és nem jött be a trükk, nem jött be. Az a csapat. Hát, srácok, élmény még mindig. Mondjuk ezek a meccsek abszolút, ha nem veszi komolyan az ember, akár még szórakoztatók is lehetnek. No, srácok, egy defeat és egy win. Ó, ne, én voltam legelő 455 XP-vel. Nagyon sokat elárul a csapat többi napjáról. Nulla sebek. Hogy lett az M103-val nulla sebet okozni? Hát ne, egyet lőtt. És meghalt. Hú, gyerekek, ez kemény, mínusz 12.200, úgyhogy én voltam a legjobb ki, majdnem 2000 seb, nem elég a végének ahhoz, hogy ha nincsen prémiumod, akkor ugye, ha lett volna prémiumom, akkor 1000 kreditet kaptam volna. Kicsit azért furcsa ez a gazdaság nekem, de hú, epic volt, epic. Srácok, írjatok nekem tankokat, jövő héten szerintem heavy-t választhatok, a tankokat pedig itt látjátok, gyönyörű szépen, mindegy, csak ezekből választhatok, jó? Ha lehet, akkor heavy-t. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a med viszont még mindig brutális, az ágyúja barom, mint hogy egy kicsit lassan célozna, de egyébként nagyon jó. Tehát nekem nagyon tetszik. Lehetne egy kicsit talán gyorsabb végsebességre, nem érek oda azokra fókuszpontokra, ahova kéne mennem, de még ettől is nem tudom, igazából nekem nagyon tetszik, egyik kedvenc medem volt a játékban, úgyhogy ettől nem változik ez az egész. No, köszi a figyelmet, és találkozunk jövő héten, sziasztok!